A múltkori programunkon is beszéltünk a vízről, de hát én úgy gondolom, hogy ez annyira fontos, ez a téma, hogy, és különösen azért, mert az Isten úgy hozta, hogy olyan előadót küldött ide nekem, ez nem az én érdemem, egyébként az egész rendezvény nem az én érdemem, én csak a kivitelező vagyok, és az Égiek szervezik, akit Buru Zoltán személyében nagyon érdekes dolgokat fog nekünk elmondani a vízről, nem csak azt, amit eddig hallottunk, hanem még annál sokkal többet. Úgyhogy ezzel a fölvezetéssel, miután tegeződünk, először is beszélj magadról egy pár szót, honnan jöttél, és mi az a más, amit te tudsz még nekünk a vízről mondani? Hát sok szeretettel köszönöm mindenkit. Cseresszeg Tomajról érkeztem, de különben kezdtem, tanítok az egyetemen vizes tárgyakat, vízgazdálkodást, vízvédelmet, szennyvíztisztítást, meg még egy kis földmérést is, környezetvédelmet, meg ilyesmit. A vízzel így mindennapos kapcsolatban vagyok. Ilyen cím ugyan nincs az egyetemen, de én azt gondolom, hogy ha lenne ilyen cím, akkor egyetemi tanító cím járna nekem. Mert nem igazán a tudományos vonalat képviselem ugye a víztudományban, hanem hát jó pár évvel ezelőtt úgy rájöttem, hogy kell, hogy legyen egy saját utam, mert nem vagyok versenyképes azokkal az intézményekkel, akik úgy jól fel vannak műszerezve, és akkor publikációhegyeket tudnak gyártani. Amúgy sem vagyok híve a publikációgyártásnak. És akkor kitaláltam, hogy magamnak, hogy én olyan oldalról próbálok a vízhez kötődni, ami azért mégiscsak valahol tudományos, és így a geometria oldaláról kezdtem el a vízmolekulát vizsgálni, mert hogy ez valami univerzális geometria, amit a víz tud, hogy mindennel, de mindennek kapcsolatba tud lépni. És nagyon különleges képességek birtokában van. Mondhatjuk nyugodtan, hogy egy nagyon titokzatos folyadékról van szó. És hát valahol itt a geometriában van a kutya elásva, így gondoltam. És hát most már idestóval 10 éve foglalkozom ezzel a kérdéskörrel. És hát, hogyha az ember így a vízzel foglalkozik, akkor sokfelé nyílnak meg úgymond csatornák, és hát valahol a szakralitás irányába nyíltak meg nekem ezek a bizonyos csatornák, és így kezdtem aztán a Szent Koronával is foglalkozni. Tehát összekapcsoltam a víz tudományt, úgymond a Szent Korona mutatással. Ez az, ami felkeltette az én érdeklődésemet, hogy hogyan tudod te ezt a kettőt összekötni. Mert úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban egy könyvet írsz, ami még ugyan lehet, hogy nincs kiadva, de nagyon nagy szükség lesz rá. Beszélj nekünk erről. Hát a könyvvel kapcsolatban annyit, hogy most nagyon eltökélt vagyok, és az idén tényleg be szeretném fejezni, csak mindig az van, hogy mindig megnyílik egy újabb irány, amit még ki kell kutatni, és addig az ember nem akarja leírni, hogy vannak elvaratlanak szálak. Ez az egész valahogy úgy indult, hogy a Szent Korona egy beavató korona, amit egy leendő királynak a fejébe húznak, és abban a fejben sok-sok víz van. Gyakorlatilag az agyunk vízből áll. És én úgy gondoltam, hogy mivel a szervezetünkben mindent a víz végez, tehát nincs olyan, ne a víz mozdítana odébb, vagy ne lenne vele szoros kapcsolatban, ne vinne oldalba, de hát beszélhetünk arról is, hogy gyakorlatilag az információ áramlás is sok tekintetben a vízet zajlik, a fotonok is azon keresztül hatolnak.
de ugye az elektrokémiai áramok is gyakorlatilag a bioáramok is a vizen keresztül hatnak. Tehát én arra a következtetésre jutottam, hogy ha a Szent Korona egy működő korona, egy beavatott korona, és ezt az ember fejébe húzzák, az vizet programoz. Ilyen egyszerű ez a hipotézis. Tehát, hogyha vizet programoz, és attól valaki különleges képességekhez jut, az ezek szerint alkalmassá válik egy országnak a vezetésére, és olyan képességekre tesz szert, ami a magyar történelemben szépen nyomon követhető, hogy a semmiből, úgymond a nomád népből pillanatok alatt Európa vezető hatalma lett. És hát ez Szent István megkoronázásával indult ez a csodás folyamat. Most átadom a szót Edinának, hogy te vagy az, aki szintén másik oldalról közelíted meg a vizet. Beszélj nekünk erről. Sok szeretettel köszöntök mindenkit én is. Mi is azért közelítünk a tanárunknak a megközelítéséhez, hogy a víz ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, ami a természetben nagyon jól mutatkozik, hogy a Föld háromnegyede víz, ugye a mi szervezetünk is ugye erre a mintára épül. Minket is az a nagyon fontos kérdés érdekelt, hogy a bennünk lévő víz, az tulajdonképpen hogyan tudja szolgálni az egészségünket. Én úgy gondolom, hogy ebben egy nagyon fontos kérdés, japán kutató orvos Dr. Masaru Emoto hozta első körben az első nagyon nagy áttörést, aki a víznek a kristály szerkezetét, ugye, amit a tanár is említette, hogy van egy bizonyos szerkezete, amit megmutatott, hogy hogyan is néz ki, és hogyan néz ki az egészséges víz. És én azt gondolom, hogy a jövő kutatásnak ez egy nagyon-nagyon fontos kérdése lesz az, hogy ha a testünkben lévő vizet megfejtjük, akkor tulajdonképpen nagyon sok betegségnek, illetve a testünkben lévő információállásnak a kulcsát fogjuk megfejteni. Amit mi is próbálunk képviselni Magyarországon egy terméken keresztül, az pontosan ez, hogy nem a üzletorientált cég vagyunk első körben, hanem az, hogy az embereknek a vízről adjunk olyan információt, hogy ne úgy tekintsenek rá, mint egy, amikor az emberek még kifizetnek egy számlát, ugye a villanyszámlát, akkor mérgelődik az ember, hogy milyen drága ez a villanyszámla, de amikor folyik a víz, és ez a nagyon fontos kincse a természetnek, hogy ezt próbáljuk meg megbecsülni, és próbáljuk meg máshogyan ránézni a vízre, mert a víz igenis egy nagyon intelligens közeg, ami tud változni, és mi magunk akár tudunk erre hatni, és tudjuk változtatni, és a szervezetünkre is tudunk ezáltal hatni. Hát, mert az élet is ugye a vízben indult el, és ugye a víz nélkül nagyon nehéz lenne ez az információ áramlás, és lehet, hogy itt sokan hallották, de lehet, hogy van, aki nem, hogy Emoto mit is mondott tulajdonképpen? Igen, bocsánat, ezt most nem tudtam, hogy mennyire volt ez már itt téma. Emoto tulajdonképpen azt fedezte fel, hogy a víznek változik az arca, amikor jégformában lefényképezték a kristály szerkezetét, akkor azt mondták, hogy az egészséges vizet, azok szívszabályos hadszög alakúak, ugye térbeli hullámfeleként kell elképzelni, de mi ezekre a kétdimenziós felvételeket tudunk és hát látunk. És ami a fontos, hogy amikor csak víz, például ebben szemben egy összetört, rendezetlen szerkezetet mutat. Ez különböző okok miatt, erről majd a tanárul tud több mindent mondani, hogy mitől törik össze a víznek a szerkezete. De ami a fontos, hogy ahogy összetört, helyre is tud állni a víz, és ez nagyon fontos, hogy a szavak, a zene és különböző információk hatására megvizsgálták a vizet, hogy adtak pozitív szavakat, negatív szavakat a víznek. Hangsúlyozom, ez 24 órás kísérletes desztillált vízzel végezte Emoto, és azt látta, hogy bizony megváltozott, főleg a komoly zene hatására nagyon szép kristály szerkezetek alakultak, de például megvizsgált különböző folyóknak a vizeit, és nagyon érdekes például a Ganges, ugye ez egy nagyon koszos víz, ami alapvetően függetlenül egy gyönyörű lótuszvirág képet mutatott magáról, ami ugye azért
tud létrejönni, mert ugye az, azt a szent helynek tartják az emberek, tehát a Lourdi víz, a forrásvize, azok nagyon szép kristály szerkezetű vizet, tehát nagyon szép kristály szerkezetet mutatnak magukból. Magam szempontjából az én gondolataim ezzel kapcsolatban azok, hogy mindig azt mondjuk, hogy ne beszéljünk csúnyán, se a gyerekekkel, se a felnőttekkel, és én pontosan, amikor kapcsolatba kerültem ezzel az emotós gondolatokkal, hát itt a magyarázat, hogy tulajdonképpen hogy tudunk megbetegíteni másokkal, a ilyen típusú energiákkal, hogyha én szidom a másikat, vagy csúnyákat mondok, az tulajdonképpen a másikban lévő víz, kristály szerkezetét fogja tulajdonképpen befolyásolni. Mi a véleményedről? Hát, különbséget kell szerintem tenni a fehér mágia és a fekete mágia között. Mind a kettő hat a vízre, és hát Jézus mutatta be a fehér mágiát, a médiák bemutatják nekünk a fekete mágiát. Amikor aki ezeket nézi, hallgatja, egész nap negatív hírekkel találkozik, és ha ragaszkodik hozzá, hogy beteg legyen, akkor gondoskodnak róla, hogy ő ebbe tényleg belebetegszik. A víznek az energia szintje attól függ, hogy fürtös vagy fürt nélküli állapotban, idegen szóval klaszteres az egészséges víz, és mivel annak nagyobb tömege van, egy kicsit alacsonyabb rezgést mutat, és erre a 24 Hz-es rezgésre vannak berendezve az akvaporinok a sejthártyában, ezek vízkapuk, és hát akkor jut át az akvaporinon a víz, hogyha annak 24 Hz a rezgése, mert magának az akvaporinnak is annyi a rezgése. Egyébként pedig a víz azért nagyon érzékeny az energiákra, mert az egyik legkisebb tömegű molekuláról van szó, és hát nem tudunk olyan műszert építeni, ami ennél kisebb tömeggel rendelkezni, tehát hiába próbálnánk nagyon érzékeny műszereket, fémről érzékelőket előállítani, közelébe se jön a vízmolekulának és a vízmolekula érzékenységének. Tehát igazából ezért az ember a legérzékenyebb műszer, és ezért nagyon meg kell becsülni azokat a honfitársainkat, vagy a világon bárhol élőket, akik különleges képességekkel rendelkeznek, és olyan energiákat érzékelnek, és tudnak esetleg közvetíteni is, amit mások nem tudnak, tehát őket ki kellene emelni, közben pedig egyfolytában lejáratásukat halljuk, látjuk. Igen, szeretnél a vízről még valamit mondani? Igen, akkor menjük tovább. Na hát, saját kutatásaimból azért egy pár szót akkor szívesen elmondani. Tehát mondtam, hogy geometriai összefüggéseket kezdtem vizsgálni, és hát tudjuk, hogy a vízmolekulának tompa szöge van, és legsűrűbb állapotban 4 Celsius fok közelében ott ez 104,5 fok, aztán különböző jegek vannak, de a hagyományos vagy a legáltalános a jégnek meg olyan 108 fokos a tompa szöge. Tehát nagyon érzékenyen reagál a hőmérsékletre, és ez is egy ilyen anomáliája, úgymond a vízmolekulának, és megpróbáltam egy keretbe beilleszteni a víznek ezt a mozgását, és hát egy ugyanolyan keret adódott, mint amit a Szent Korona tetején a felső pantokrátor Zománc és az ő kerete mutat, és hát ebből kiderült, hogy azért a teremtő az nagyon hatékonyan közreműködött a vízmolekulának a megalkotásában nyilván, és azt a keretét is szigorúan megadta, amelyikben ez a vízmolekula egyáltalán az anomáliáit, a rendkívüli viselkedéseit be tudja mutatni. Ezután kezdtem aztán ókori építményekkel foglalkozni, úgy gondoltam, vissza kell menni az ókori gyökerekig, azok még tudtak valamit, mert most kezdjük megint kapizsgálni, amit az ókoriak tudtak, és hát
Atlantis úgymond letűnt, ezzel is foglalkozom, hogy igazából nem tűnt le, pont itt van a talpunk alatt, de innen kisugárzott a tudás, és mondjuk Egyiptomban lefektették azt a tudást különböző szakrális építményekbe. És hát az Ozirelyon volt az első ilyen építmény, amit az újkorban megtaláltak az ásató régészek, és hát semmit nem tudtak vele kezdeni, miért van ott a föld alatt, és miért van vízzel töltve. És hát ezen az építményen találták meg az élet virága, motívumot, amiről ez a Melkizédek, nem tudom milyen Melkizédek nevű, valaki a könyveit írta. És hát az élet és a virág egyértelmű, hogy a vízzel van kapcsolatban, és így az a geometria is bejött nekem, amit aztán vizsgálni kellett. Az a keretes, amit mondtam, az egy úgynevezett körnézet, geometria, szépen körök és négyzetek, egy táguló rendszert, de a legkisebb parányig is zsugorítható rendszert adnak, és keretbe foglalják tulajdonképpen az atomi szervezeteket az univerzumnak a galaxisaiig, mert hogy ez valahogy így épül, minden onnan visszaköszön. Aztán a Pitagorasz háromszög jött be így, a mindenhova beépítették, és annak a csúcsszögeinek kapcsolata van megint csak a vízmolekulával, a jégszerkezetével. És hát bejöttek a különböző spirál szerkezetek is, amelyeket mindig szisztematikusan beépítettek a piramis építményekbe is. Tehát egy idővel így a piramisokkal is barátságot kellett kötnöm, és hát azoknak a geometriai rendszerét is próbálom feltárni. Na most, miután ugye az agrárióhoz is ugye között van, hogy az lenne az én egyik kérdésem, hogy nem csak embereknek fontos ez, hogy milyen típusú vizet kapnak, hanem gondolom a növényeknek is. Természetesen a növény helyhez van kötve, nem mehet el inni. Így mindig helybe kell kapni a vizet, és hát ugye a csapadék formájában jutnak a növények a vízhez, és ez egy desztillált víz gyakorlatilag. Tehát a föld maga egy nagy desztilláló készülék, és azért is mondhatjuk megújuló erőforrásnak a vizet, mert mindig képes megszabadulni attól a szennytől, amivel mi elszennyezzük, és így az égből gyakorlatilag tiszta víz, közel tiszta víz hullana, csak ugye a légszennyezésünk miatt most már az sem olyan tisztaságú, de ezt a lágy vizet szeretik a növények. Tehát egész másképp fejlődik a növény, hogyha lágy vizet kap, mint hogyha kemény vízzel öntözzük, tehát alapot sosem olyan. És hát az sem mindegy persze, hogy milyen sókat tartalmaz a víz. És most éppen a kemény vizet próbáltam itt egy kicsit majdnem úgy lejáratni, de azért ez mégsem egészen így van. Nagyon jó, hogy mindig van valamennyi kalcium a vízbe, mert az gondoskodik ennek a fürtös klászteri szerkezetnek a felépüléséről. És most nagyon jó, hogy van lehetőségünk olyan edények és poharak meg kancsok vásárlására itt, amit edényeleik hoztak nekünk. Mondd el, hogy miért jó ez a mi egészségünk szempontjából? Egy gondolatot azért még az életvirágához hadd kapcsoljak én is vissza. Az életvirága egyébként egy nagyon-nagyon titokzatos geometria. Ugye az egyiptomi piramisokban olyan technikával van beleégetve, hogy ez egy térbeli geometria, amit mi nem tudnánk most a civilizációs eszközeinkkel megcsinálni. Nagyon érdekes, egyébként Rábel a Merkeléhez 25 évig kutatta ezt a szimbólumot, 25 évet adott az ember ennek a szimbólumnak, és nincs is a Föld történetében ennyire egyetemes szimbólum, ami a tulajdonképpen a keletkezésünk, a létezésünk szimbólumát ennyire jól összefoglalná, tehát egy csodálatos geometriai, úgy gondolom, de a Tim kérdésre válaszolva. Mi is végeztünk nagyon sok kísérletet, hogy mi történik, hogyha ilyen, ha olyan a víz.
egyértelmű, hogy amit a tanár úr elmondott, a növényekkel láttuk a legnagyobb változást. Tehát, hogy olyan növények, ami sima vízbe, sima vázába, a műanyag edénybe és az általunk forgalmazott edényben is abban a vízben tároltuk. Hát ugye a műanyag, azt mindenki számára gondolom egyértelmű, a műanyag volt az, ami leggyorsabban tönkrement vágott világ. A következő a kristályváza, és érdemszerűen a rendezett szerkezetű víz volt, ami a legtovább életben maradt. Körülbelül 2 hétig maradt szép egy, hát volt hagyomány, volt forgalmakat, ez a hű, holland növény, tehát nem is egy ilyen kerti növényel, hanem kimondottan direkt egy ilyen növényel próbáltuk. Illetve amit még nagyon a növényeken kívül, csináltunk egy nagyon érdekes kísérletet, itt szerintem lehet Szegeden is kapni a Piszkei Ogo Kft-nek a kenyereit. Ők végeztek egy olyan kísérletet, hogy ők amúgy nagyon ellenőrzött körülmények között alapanyagokkal dolgoznak, és a víz, amit beletesznek, az egy fordított ozmozisos rendszerrel tisztított vízzel csinálják a kenyereiket. És beletették a kancsomba, illetve a sima fordított ozmozisos vízzel csinálták ugye alapvetően a hagyományos receptúrát. És hát úgy elküldték nekünk, hogy na akkor kóstoljátok meg, hogy melyik lett a hatékony, mi nem tudjuk, hogy melyik lett a végeredmény. És hát mivel kettő darabot kaptunk, azt hittük, hogy két különböző kenyeres üdöttek, és kiderült, hogy ami a rendezett szerkezetű vízzel készült kenyér másfélszer akkora lett, teljesen más lett a színe és az állaga. Tehát, hogy fantasztikus eredmény egyébként a főzés terén, az ízek világában nagyon-nagyon lehet érezni, amikor valaki rendezett szerkezetű vízzel főz, vagy például a borra nagyon-nagyon komoly hatása van, hogyha megfelelő edényben van ugye tárolva a bor. Illetve hát önmaga a szervezetünkre gyakorolt hatása első körben a méretrenyét és folyamatainkat segíti a rendezett szerkezetű víz. Az, hogy a szervezetünkben ugye nagyon sok méreganyag, ugye itt az előző ellenállásban is elhangzott, nagyon sok méreganyag kerül a különböző élelmiszerek, különböző környezeti hatások hatására. És ez nagyon fontos, hogy megfelelő módon tudjunk, és a víz az egyik legegyszerűbb módszere annak, hogy méretlenítsünk. Persze kellene hozzá különböző módszerek, tehát különböző kiegészítőkkel lehet ezt segíteni, de a víz az alapja annak, hogyha mindig a mosógépbe elmélet, ezt szoktuk mondani, hogyha valaki beleteszi a mosógépbe a ruhát, és hozzáteszi a mosókból, de elfelejt vizet tenni hozzá, akkor nem lesznek tiszták a ruhái. A szervezetünk is ugyanígy működik, hogy a víz, ami tulajdonképpen ki tudja vinni a szervezetünkből a benne felhalmozott anyagokat, és a rendezett struktúrájú víz, ami nagyon hatékonyan és gyorsan tudja ezt a folyamatot segíteni. Én még egy mondattal kiegészíteném, hogy úgy tudom, hogy ha csak elkezdenénk valóban tiszta és normális szerkezetű vizet inni, ha más nem csinál, és persze megfelelő mennyiségű, akkor már maga az gyógyulás lenne, ugye? Ez született is ilyen témájuk, hogy irányi szerző írta, és Magyarországon is kapható a testet vizért kiállt, az a címekönyvnek, és hát ő gyógyította rabtársait csak kizárólag vízzel, és nyilván tudatilag is befolyásolta valamennyire azt a vizet, amit a betegeinek adott, mert tényleg el kell hinnünk a vízről, hogy programozható és a szellem elejével programozható, tehát valószínűleg csak sima csapvízként odalökte volna a raptársa jelen, na ezt így meghajtás nem lett volna semmi. Viszont ő nagyon meg akarta gyógyítani, és nagyon akart bizonyítani, és ez a bizonyítási vágy, ez a jó szándék, ez valahol átment a vízbe, és ettől gyógyultak az emberek. Tehát mindig azzal hittel kell fogyasztani ezt a vizet, amit fogyasztunk, hogy az most nekünk jót fog tenni, ez bennünket fog szolgálni, és akkor ezt csinálja a víz. Ez a szeretet gyógyító ereje. Ez a szeretet gyógyító ereje, és ebben így van. Akkor köszönöm, ez végszónak teljesen jó lesz, és köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
Szeretném még valamit elmondani. Szegeddel kapcsolatban mondhatok valamit? Igen. Tehát az országra is próbálom itt kiterjeszteni a kutatásaimat, és hát végül is két szent folyónk van, és hát kitalálhatjuk, az egyik a Tisza, a másik meg persze a Duna. Régen a Dunát Tiszternek vagy Isternek hívták, a Tiszát pedig Teisznek. Ezek egymás tükörképei, és közte az Er az Úr, vagyis Isten és Te is, ez a két gerince, úgymond a Kárpát-medencének, két gerince van neki vízből, és mivel ennek kisebb a vízhozama, ez kanyarulatokat ír le, hogy legalább akkora energia mezővel tudja ellátni a keleti országrészt, mondjuk a Duna középső országrészt. Tehát ez a két folyó gyakorlatilag energiával megszórja az egész országot. Aztán persze még vannak helyi szentvizek, kisebbek, nagyobbak. Ezeket szentvizek kellene nyilvánítani, és hát Szeged nevében pedig egy szögadás van. Tehát egy szakrális energiarendszernek a középpontjában vagyunk, és 15 fokos sugarakat irányoz az egész országra, és minden fontos szakrális helyet érim, még Kesztert is, azért jöttem rá erre az összefüggésre egyébként. És ezért vagy most itt? Például lehet, hogy ezért vagyok itt, úgyhogy köszöntöm a szegedieket, akik a világ egyik közepén foglalnak helyet, de a szakrális világ egyik csomópontjában az biztos. Hát nagyon köszönöm az Istennek, hogy itt lehetsz velünk, és nektek is adok egy emléket, ezt a kis galambot, hogy a galamb lehetőség Keszterre is eljött. Családban marad, mert az egyik bátyám az ország egyik leghíresebb sportgalambászta, úgyhogy így legalább próbálok hozzá felnőni.